helyesírási szabályokról és furcsa keresztnevekről is szó lesz. Vendégem dr. Minya Károly nyelvész, szép napot kívánok! Én is köszöntök mindenkit! Nagyon sok cikket olvastam a változásokról, és nagyon sok szakember azt mondja, hogy lényegében megengedőbb már az új szabályzat, és talán egyszerűbb is lett, legalábbis állítólag. Hogy látja önt, és mire hívná fel a nézők figyelmét? Milyen alapvető változások vannak ebben az új szabályzatban? Mielőtt erre konkrétan válaszolnék, azt hadd mondjam el, hogy ez az új helyesírási szabályzat és a régi is, ez nem törvény. Tehát nem volt olyan a börtönben soha, hogy két bűnöző ülés kérdezi az egyik a másiktól, hogy te miért ülsz itt, azt mondja, hogy hát én sikkasztottam, és te hát egy vesszőhiba, meg egy egybekülönírás miatt. Ennek ellenére a helyesírásnak presztízs értéke van. Hallottam olyan humán erőforrás vezetőről, aki azt mondta, hogy a befutó pályázatok közül, amelyikben helyesírásiban van, az félre is teszi. No, ez egy példa. Nos, a lényeg az, hogy a magyar helyesírás szabályait időnként leporolják, fölfrissítik, általában 30 évente. 1954-ben volt a 10. kiadás, 1984-ben a 11., és a 12. az elmúlt évben, tehát 31. esztendőre tavaly szeptemberében jelent meg. Azzal kell kezdenem, hogy mindenkit meg kell nyugtatnom, hogy óriási változások nem történtek. Azonban természetesen néhányat emeljünk ki ezek közül. Ha már a megengedőbbnél járunk, a leginkább az érinti a mindennapi nyelvhasználókat, hogy a H végű szavak, a dű, a cseh, a mé, ezeket úgy kellett eddig írni, hogyha toldalékoltuk, hogy düvel, de most már lehet úgy is, hogy dühhel. Ugyanis megváltozott a kiejtése, a H-t ejtjük, ezért a dühhel két H-val is írhatjuk. Tehát más esetekben is vannak ilyen megengedő részek, de nem óriási mennyiségben. A legfontosabb, ami mindenkit talán érinthet, hogy vannak a hosszú mással hangzóra végződő keresztnevek, a Marian, a Bernadett, ezeket most már a továbbiakban nem úgy kell írni, hogy Mariannal két N-nel, hanem Marian kötőjel nal, tehát így lesz három N, ahogy a vezetéknevek esetében is volt, hogy pap két P-vel kötőjel pal. Ez a szabály most már vonatkozik a keresztnevekre is. Azon kívül változás, hogy ami szembetűnő lehet a szerű, ez egy ilyen utótag, és eddig úgy írtuk, hogy észszerű, SSZ-vel, azonban ez a későbbiekben észszerű, két ezt rendesen kiírjuk, tehát SZ, és mielőtt még egy példát mondanék, hadd mondjam, hogy nem kell senkinek sem megijedni, kapkodnia, ugyanis az új helyesírási szabályzat végérvényesen a 2016-17-es tanév végén fog érvénybe lépni. Tehát addig mind a kettő helyes, mind a kettő használható, mind a kettő szerint lehet írni, úgy fogják kijavítani az érettségi dolgozatokat is. És még egy változás, ami tényleg sokakat érinthet, nagyon sok településen, sőt minden településen vannak már napjainkban különböző hetek, rendezvények, tehát például demecseri káposztásnapok, vagy például az elnevezés, hogy mátészalkai fényes napok, és ebben az elnevezésben eddig mindenki, tehát az volt a szabály, hogy kis kezdőbetűvel kell írni, azonban mindenki naggyal írta. Tehát a szabályzat nagyon jól tette, hogy haladt a nép után, és most már nagy kezdőbetűvel is lehet írni ezeket a rendezvényeket. És hogyha már a különböző rendezvény nevekről beszélünk, akkor érdemes szólni mondjuk a kereszt nevekről is, hiszen ott is vannak furcsaságok, változások, nagyon érdekes keresztnevekkel lehet manapság már találni, de az internet korábban bárki elérheti amúgy az akadémia által jóváhagyott férfi, illetve női utóneveket is. Egy-kettő érdekességet mondjon nekünk ezzel kapcsolatban, akár mondjuk, hogy mi az, amit nem engedélyeztek az elmúlt időszakban, mik a standard húzónevek manapság, hiszen mindig vannak kedvelt férfiúi nevek, most már ugye kezd elkopni mondjuk az András, a József, de vannak divatosabbak most. Igen. Már. Annyit, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudomány Intézetének a honlapján lehet megnézni ezeket a keresztneveket. Hát körülbelül most 2100 női név van, és 1600 férfi név ott.
Amikor nevet adunk, akkor célszerű figyelni olyan dolgokra, hogy például, ha valakinek gyakori a neve, hát most biztos nem fog senki megharagudni, Tóth Mária, akkor ugye sok Tóth Mária van, akkor érdemes egy ritkább keresztnevet választani hozzá, például Tóth Kincső, vagy két keresztnevet adni, és akkor jobban elkülöníthetjük őt. Vagy, hogyha rövid a vezetéknév, akkor egy hosszú keresztnévvel lehet egyensúlyozni, például, ha jó a vezetéknév, akkor Jó Gedeon, nem pedig Jó Pál. Tehát ezekre esetleg érdemes figyelni. Ami ennél is fontosabb, és erre nincs is törvény, hogy figyeljenek a szülők, pedig a gyereknek lehet, hogy rosszat tesznek ezzel, hogy figyelni kell, hogy a vezeték és a keresztnév nem ad-e ki együttesen valamilyen értelmes szót, hogy úgy mondjam. Tehát a Major Anna, vagyis Major Anna, aztán Casablanca, Casablanca, vagy Fehér Piroska, elég ellentmondásos, vagy Vörös Hajnal, tehát ezek így ellentmondásban vannak. Az se jó természetesen, hogyha rímel a vezetéknév a keresztnével, tehát Török, akkor ne legyen Ödön. És nekem két okból nem lett Minya és Rita keresztnevű lányom. Egyrészt azért, mert nagyon összecsengene, másrészt, mert három fiam van. De egyébként sem adtam volna ezt. Mi az, amiket elutasítottak? Hát hihetetlen, sokan mondhatják, hogy miért szólhatnak bele, miért szólhat ebbe bele, ugye a közigazgatási és igazságügyi minisztériumnak kell benyújtani a név kérelmet, és az MTA Nyelvtudományi Intézete bírálja el. Hát azért, mert olyan neveket kellett elutasítani, mint Szivárvány, Felhőcske, Hortobágyi, Csikós Betyár. Tehát hihetetlen, Hortobágyi kötőjel Csikós Betyár. Ezt mind nyilván így keresztnévként. Bogyóca, Bölöjte, Négyőke, és hát például a Szemét vagy Stoplámpa. Tehát hihetetlen, bármi előfordulhat. Azért is fontos, mert hogyha szabadság lenne, lehet, hogy fiúnak lány nevet adnának, lánynak fiú nevet, és egyébként meg Magyarországon nincsenek uniszex nevek. Sőt, most van egy újabb divat is, hogy ékezet nélkül írják a keresztnevet, Mónika helyett Monika, Anikó helyett Anikó, mert a gyerek majd úgyis külföldön fog tanulni, vagy dolgozni, és akkor nem fog ez zavarni. Egy percünk viszont még van arra, amit ugye említettem is, hogy vannak kedvelt nevek az elmúlt időszakban, mik voltak a húzó nevek, akár mondjuk férfi, illetve női nevek tekintetében? Igen, 2014-es listát találtam, 2015-ös még nincs feldolgozva, de szerintem hasonló ez is. Tehát a férfiaknál, ahogy beszéltünk, elég jó volt a találati arány. Bence, Máté a második, és Leventa a harmadik. A lánynevek közül pedig Hanna az első, Anna a második, és Jázmin a harmadik keresztnév. Én köszönöm szépen, Károly, hogy elfogadta a meghívásunkat. Lehet, hogy éppen 2015-ben mondjuk az ön neve is ott lesz a trend neveknél, ki tudja, hiszen én azt látom, azt tapasztalom és azt hallom is, hogy egyre jönnek vissza a rég múlt kedvelt nevei. Ki tudja, lehet, hogy divatos lesz pár év múlva tényleg mondjuk a Mária név, vagy az Erzsébet, ami most már ugye majdhogy nem anyáink, nagyanyáink nevei. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szépen. Mi nem sokára jövünk vissza egy nagyon érdekes témával. A programajánló után már is itt van a stúdióban következő vendégem, Pázmány Viktória gyógypedagógus. Szia! Szia! Abszolút aktuális a téma, minden családban van egy rossz csont gyerek, tuti. Hogyan lehet, jó értelemben rossz csont, hogyan lehet amúgy a nagyon-nagyon fejlődő és gyorsuló világban ezeket a szeretett éhes gyerkőcöket lekötni, egy kicsit arra ösztönözni őket, hogy ne a tabletet nyomkodja, ne a tévét nézegesse, hanem idézőjelbe értelmes időtöltést válasszon magának. Igen, azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiről naphosszat lehetne beszélgetni, és akkor sem találnánk megoldást rá, mert hogy ebben a világban élünk. Az a tapasztalat, hogy alapvetően két családtípus, szülőtípus van, az egyik, aki teljesen elzárkózik a digitális világtól és annak termékeitől, és a másik pedig, aki gyakorlatilag ebben él. Azt gondolom, hogy igyekezni kell az arany középutat megtalálni, tehát a gyerekek nem tarthatók burokban, nem szabad tőlük teljes mértékben elzárni ezeket az eszközöket, és ezeknek az eszközöknek a jótékony vagy hasznos áldásos segítségeit, hiszen
ha megtanítjuk őket hasznosan használni a tabletet, a számítógépet, akkor nyilván a tanulásban, a világ megismerésében ugyanúgy segítségükre lehetnek, mint a játék, a mozgás és egyéb dolgok. Csak hát azt látjuk, hogy ezek a virtuális világok teljesen elvonják a gyerekeket a tényleges, valós világtól, és már-már ott tartunk, hogy a valós kapcsolatok és a világ tényleges tapasztalati úton történő felfedezése is veszélybe kerül. Az lenne a cél, vagy az lenne a legjobb, hogyha a szülők megtalálnák azt az utat, amivel a gyerekeket arra ösztönözhetik, hogy mindenképpen először is éljék az életet, és ne pedig elbújjanak valamilyen képernyő, monitor mögé, és ott érezzék azt, hogy ők élik, pedig valójában nem élik a saját életüket. Hogy mi a normális, vagy mi a jó, az ugye abszolút megfoghatatlan, mert mindenkinek mást jelent. Ahogy te is mondod, hogy van az A család, a B család, a CD, és így sorolhatnánk. Nekem is van olyan ismerősöm, akinek nincsen televíziója otthon, mert a 2-3 gyereke egyszerűen így mondta, hogy nem néznek tévét, inkább olvassanak, tanuljanak, játszanak, és így tovább. Ez egy példa. Van olyan ismerősöm is, biztos önöknek is, neked is, aki egyszerűen megtanította jól használni mondjuk a telefont, a tabletet, a számítógépet a gyermekével, de mi van akkor, hogyha ezeket szépen beépítjük a hétköznapjainkba, és mondjuk a tévé, számítógép nélküli perceket szeretnénk megalapozni a családunk, vagy éppen a gyermekünk számára. Milyen foglalkozásokat ajánlanál, amivel kicsit le tudjuk foglalni a gyerkőcöt? Nagyon sok szülő arra panaszkodik, hogy hiperaktív a gyerek, nagyon sok az energiája, nem tudom lekötni, ha mondjuk rossz az idő, még most ugye ilyen tavaszelő időszakot élünk, akkor jaj, mit csináljak vele, mert nem tudom kivinni focizni. Igen, ezek nehéz kérdések, és azért nehéz, mert nem csak a gyerekek, hanem a szülők életében sincs már jelen a tevékenykedés. Tehát az, hogy én ténylegesen csinálok valamit, akár manuálisan, vagy mozgok, közös élményszerzés nagyon ritka ma a családokban. Abban az időben, amikor éppen nem tabletet nyomogatunk, abban az időben mindenképpen azt javaslom, hogy keresünk közös tevékenységet a gyerekekkel, és azt tudjuk jól, hogy a gyerek számára mindig a felnőtt, tanár, és hát leginkább a szülő a minta. Tehát, hogyha ő azt látja, hogy a szülő a szabad idejében horgol, olvas, fut, úszik, stb., akkor a gyermek ehhez fog csatlakozni. Minden életkorban meg lehet találni azokat a tevékenységeket, amiket közösen végezhetünk, még akkor is, ha a gyerek hátul ül a biciklin, és én tekerem, ebben az esetben is kint vagyunk a szabadban, és együtt játszunk, vagy akkor is, amikor még ő nem tud konkrétan segíteni mondjuk a sütemény elkészítésénél, de mancsolni egy pici adag tésztában ő is pont úgy tud, mint ahogy az anyukája, csak abból legfeljebb nem lesznek pogácsák, amiket megeszünk, de az élmény és az örömszerzés akkor is megvan a gyermek számára. Tehát leginkább a család az elsődleges itt is, hogy hogyan működik mondjuk a szülő-gyermek kapcsolat, vagy a szülő-szülő kapcsolat, amiből ugye táplálkozik a gyermek, de a nézők közben láthatnak a beszélgetésünk alatt olyan képeket is, ami egy konkrét összpontosított foglalkozáson készültek. Ezek a foglalkozások kiknek javasolt egyáltalán? Milyen foglalkozások vannak mostanában, amik elérhetőek mondjuk itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? Én a Csodavár Korai Fejlesztő Centrumot jó szívvel tudom ajánlani, ami egyébként egy játszóház is, és gyakorlatilag minden korosztálynak kínálunk olyan programokat és olyan rendszeres, heti rendszerességgel ismétlődő foglalkozásokat, amik fejlesztik a gyereket, és arra serkentik, hogy ő maga megtapasztalja önmagát, a másikat, tudjon a kortárs csoporttal kapcsolatba kerülni, építő jellegű kapcsolatban együttműködni, és felfedezni a világot, és a tanulás örömét megtapasztalják. Ilyen foglalkozás például a tanulásmódszertan nevű foglalkozás, ahol a gyerekek megtanulják az önálló tanulás képességét, felfedezik, hogy ők hogyan tudnak a legjobban tanulni. Sajnos ez hiányzik a mai iskolából, hiszen még mindig ismeretet közvetítünk, és nem pedig arra tanítjuk meg a gyerekeket, hogy ő hogyan tud a saját örömére tanulni és felfedezni a világot.
Ezek a foglalkozások általában a teljes részképesség spektrumot fejlesztik, és az a gyönyörű bennük, hogy minden gyermek megtalálhatja azt a tevékenységet, ami számára szimpatikus és kedves, és ugyanakkor közben fejlődnek azok a részterületek is, amelyek annyira talán nem fejlettek ennél a gyereknél, de ezt ő észrevétlenül és játékos formában találja meg. Azt szoktam mondani, hogy mindig meg kell kínálni a gyerekeket minél többféle tevékenységgel, és majd ő kiválasztja, hogy melyik az, ami számára szimpatikus. Hagy próbáljon ki több hangszert, hagy próbáljon ki több sportot, egyszer csak meg fogja találni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egyikről a másikra repülök, mint a pillangó, de mégiscsak nem célra vezető az, hogyha én eldöntöm, hogy már pedig az én gyerekem kungfuzni fog, és az én gyerekem nem alkalmas arra, hogy mondjuk harcot végezzen egy másik gyerekkel, szereti a csapatsportot, szereti a labdát, akkor miért nem mehetne focizni vagy kosárlabdázni? Hogy ismerje meg a világot és önmagát? De jó végszó, köszönöm szépen, Viki, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Most pedig helycserés támadás következik, ha már a sportokról is szót ejtett Viki, hiszen utána jön Szabó Tamás, görög katolikus pap, akivel többek között a Nagyböjtről is fogunk beszélgetni, most pedig programajánlónk következik. Vendégem Szabó Tamás, görögkatolikus pap, hittanár, akivel többek között a Nagyböjtről is fogok beszélgetni. Szervusz Tamás! Sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket! 40 nap várakozás, már benne vagyunk, de akkor nézzük meg az alapokat, hogy mi is az a Nagyböjt, hiszen sokan akadnak manapság, akik nem feltétlenül jártasak a keresztény ünnepekben, szokásokban. Igen, hát ez egy jó kihívás mindig, hiszen a böjt nem csak keresztény, mindenféle vallásban meglátjuk a böjtnek a gondolatát, vagy a böjtnek a lelkiségét. Valójában én ezt úgy fogalmaznám, hogy ez az időszak, amikor az ember megpróbál egy kicsit önmagára találni. Ugye úgy képzeljük el az embert, hogy a biológiai rendszeren túl van egy szellemi, van egy lelki létezése is, lélek dolgáiról azért a vallások rendszeresen nyilatkoznak, vagy gondolkoznak, és a böjtnek igazából az lenne a lényege, hogy ez az alapvető elképzelés az emberről, hogy test, lélek, szellem egysége, ennek egyfajta tudatosítása a böjti időszak. Ugye azt mindannyian érezzük és látjuk, hogy valójában a test kap a legtöbbet. Hiszen azzal, hogy fenntartjuk a testet, működik, pihenünk, eszünk, sportolunk, szépítkezünk, gondozzuk a testünket, elég sok mindent kap. Azt is látjuk, hogy a mai korban külön iparágak épülnek arra, hogy a test minél inkább komfortosan érezze magát. Viszont ennél kevesebb jut a lélekre, ennél kevesebb jut az értelemre. És amikor azt mondjuk, hogy mi egy böjti időszakban próbálunk tudatosan készülni a húsvétra, egy kicsit azt mondjuk, hogy próbáljuk azt az emberi többségünket megtalálni, ami test, lélek és szellem egységeként valósul meg, hiszen magában a húsvétban ezt ünnepeljük. Hogy Krisztus azt mondja, hogy több az ember, mint egy biológiai rendszer, több, mint egy földi valóság, hiszen a föltámadás által azt merjük kimondani, és arra hitre teszünk tanúbizonyságot, hogy mi gondoljuk, hogy az ember több, mint test. Hát igazából a böjt pont erről szól. Egy kicsit háttérbe a testtel, egy kicsit háttérbe a test kívánságaival, hogy több jusson a léleknek, hogy több jusson az értelemnek. Ez lenne valójában az elképzelés, hogy az az egy tizede az évnek, amely ezen 40 nap, az egy ilyen tudatosabban megélt lehetőséget adjon bárki számára. Mi az, amit ilyenkor megvonunk a testünktől, és mi az, amit a lelkünknek adunk ebben a várakozási időszakban, akár mondjuk egy templomba menet, vagy egy közösségi találkozás alkalmával? Azt hiszem, hogy két kérdés, úgyhogy két válasz jön. Hogy a testre mit lehet megvonni? Klasszikusan ugye azt látjuk, hogy ez elsősorban az étkezésre vonatkozik. Hogy bizonyos élvezeti cikkeket, bizonyos plusz élményeket, amely a kulináris élmények jelentenek, erről lemondunk. Ugye sok esetben idősektől még azt látjuk, hogy ez kifejezetten a húsra irányult. Igen. A mai modern társadalomban azért azt is ki kell mondanunk, hogy ez több, mint hús. Tehát hiszen már olyan sok jellegű, fajtájú, formájú ételben, élvezeti cikkben van lehetőségünk, hogy akármelyikről lemondhatunk. Ezek soha nem öncélú dolgok, hanem sokkal inkább egyrészt segítik a testnek az önfegyelem
kialakulását, hiszen ha tudok uralkodni önmagamon, akkor van esélyem igazából teljesebb életet élni. Ez lehet egyfajta jelzés valaki felé, ugye a keresztények esetében az Isten felé, hogy valakit szeretek annyira, hogy érte képes vagyok arról is lemondani, ami bár jogos, jussam is lehetőségem lenne, hiszen ott van a spájzomban, ott van a hűtőszekrényemben. És természetesen egy kicsit arról is szól, hogy gyakorlatilag ez a test nem lehet több, mint amennyit megérdemel, vagy amennyire helye van. Ugye itt harmóniáról beszélünk, semmiképpen sem testellenességről. Sokkal inkább a testnek egy olyan szintű felmagasztalásáról, ahol azt mondjuk, hogy testnél lényegesen több minden elérhető az emberben. Ugye? És ha már, bocsánat, hogy szabadba vágok, csak azon kezdtünk el gondolkodni pár nappal ezelőtt a szerkesztőségben, amikor megemlítettem, hogy jössz be hozzánk, és mi lesz a témánk, és bőtölünk egyet, hogy azért manapság már nem feltétlen olyan nagy dolog mondjuk a húst, vagy a különböző ételeket elhagyni a nagybőjt időszakában, mert például nagyon sokan pont az, hogy vegetáriánusok. Na nem pont, tudom, hogy ezzel kapcsolatosan. Így van, abszolút helyes a kérdés. Tehát pont erről beszélek, hogy a húsnak egy egészen más státusz szerepe volt ezelőtti évszázadokban, vagy évtizedekben. Amikor tényleg egyfajta ünnepet jelentett, egy család asztalán nem feltétlenül volt természetes, hogy minden nap oda kerül. És azt is látjuk, hogy ma sokféle más olyan dolog van, amiről talán sokkal inkább tűnik logikusnak lemondani. Mert hát ugye a vegetáriánusoknak valószínűleg ez az év legszebb időszaka, amikor nem kellene húst. Így van. Itt azért miről beszélünk? Azok az élvezeti cikkeknek egy kicsit visszafogása, vagy akár teljes lemondása, mint például az alkohol, a kávé, a nem tudom, energiaital, édesség. Tehát azok a kérdések, ahol bár megtehetném, bár lehetőségem adott hozzá, mégis azt mondom, hogy nem. Hogy valamit elveszek a testből, és akkor itt a kérdés, az előző kérdésnek a másik része, hogy többet adjak a léleknek. Ugye ez is egy nagy kérdés, hogy mivel táplálom a szellemiségemet, az értelmemet, mivel táplálom a lelkemet. Itt is kétféle dolog van, mert ugye egyrésztről látjuk azt, hogy érkezik nagy mennyiségben a nem feltétlenül emészthető, vagy az emésztésre szánt szórakoztatóipar által elénk terített svédasztal, vagy a másik oldalról pedig mindannyiunknak ott van a lehetőség az, hogy oda figyelek, hogy mit olvasok. Ugye egy szentírás tudatosabb elővétele, egy jó olvasmány, egy jó könyv. Diákainak sokszor szoktam mondani, hogy ilyenkor egy jó szép irodalom is sokat segíthet. Mindenki tudja azt, hogy egy jó könyv után, egy minőségi film után azért úgy érzi, hogy a lelke egy kicsit jobb hangulatba került, egyensúlyba került. Természetesen itt van a tudatosabb és még több imádság. Hiszen a léleknek a tápláléka, akárhogy is nézzük, az az imádság. Mint ahogy mindenféle emberi kapcsolatnak az egyik fő táplálkozási forrása a kommunikáció. Ugye itt az Istennel való beszélgetésről beszélünk, de akár az egymás közötti beszélgetésről. Nem véletlen, hogy a régiek ilyenkor visszavonták az ünneplősebb részeket, a hangosabb zenéket. Nem azt jelenti, hogy nem szórakoztak, hanem a zene helyett inkább egymásra figyeltek. Leültek, beszélgettek, a kommunikációval a kapcsolatokat erősítették meg. Tehát azért az emberi mi voltunknak megint csak egy fontos tényezője, hogy a kapcsolatainkból élünk. És a mostani világban hogy látod, mennyire mennek az emberek ebben a bőti időszakban közösségekbe, templomokba, bármi ilyesmi, mert rohanó világ, sok mindenre foghatjuk, legtöbbször mondjuk húsvétkor esnek be a templomba az emberek? Igen, én azért úgy látom, hogy egyre nagyobb igény van rá. Uh-huh. Egyre több ember rájön, hogy nem ő van a bőjtér, hanem bőjt van érte. Egyre több emberben nyílik meg az igény, hogy szükségem van egy sokkal mélyebb, egy intenzívebb életre. Sokkal inkább keresi magában azt a töbletet, hogy több, mint egy jó sikerült biológiai rendszer. Egyre inkább keressük a kapcsolatainkban azt a mélységet, amely túlmutat egy felszínes Facebook ismerettségen. Egyre inkább látjuk azt, hogy működnek azok a szórakozó helyek, ahol már nem feltétlenül a tömeg és a hangos zene, hanem sok esetben a meghittség és a beszélgetési lehetőség, a találkozás jelenik meg. Egyre több ember vágyódik az Istenre is ilyen szempontból. Hiszen érezzük azt, hogy amit elénk tesznek, az bár rövid távú örömöket okoz, bár a pillanatnak megadja a maximális lehetőségét, de azért hosszabb távon bizony azok a kérdéseink, amik felmerülnek, nem feltétlenül található meg. Tehát egy ilyen rendkívül intenzív időszak ez a 40 napos bőjt lehetősége, ami fel van ajánlva, hogy itt az ember önmagára találjon, itt Istenre találjon, hogy mi egymás közötti kapcsolatainkat még inkább megerősítsük. Tehát, és minden, amit elveszek magamból, vagy magamtól, az nem csak arról szól, hogy nekem kevesebb, hanem odaadom neki, a másiknak, a harmadiknak, egy jó cselekedettel. Mennyivel szebben mutat, hogyha nem eszek adott esetben, lemondok egy ételről, de odaadom annak, akinek szüksége van rá. Mekkora töbletet jelent már a lelkemnek is. Mennyire szép dolog az, hogyha azt mondom, hogy ma azért nem eszek tudatosan, mert ezt a valamilyen szintű szenvedésemet felajánlom azokért, akiknek nem is
adatik meg a lehetőség, hogy ma egyenek, és valamilyen sors közösséget vállalok vele. Más kérdés, hogy egy bőtöréssel lényegesebben jól kinyílik az ember lelke. Sokkal inkább nyitottabbak leszünk. Hiszen már jól hangzik az, hogy adjunk kenyeret az éhezőknek, de aki egy napig éhezik, az pontosan tudja, hogy annak a koldusnak, aki tőle kérni fog, legközelebb nem azon fog gondolkozni, hogy vajon mire használja fel, hogy mi keménység az, amit ő csinál, és én csak egy napig mondtam le az ételről, de ő már egészen másképp, ő rákényszerül napokon át, és talán nyugodtabb szíve veszem észre, hogy ő is a testvérem, és érte is felelős vagyok. Szerintem nagyon jó döntés volt utolsó vendégnek hagyni téged, hiszen gyönyörű záró gondolatokat is hallhattunk tőled. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, önöknek pedig köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Ne feledjék, egy hét múlva újra jelentkezünk, addig is szép hétvégét kívánok, és jövő hétre pedig kitartást, a viszontlátásra.